Az embert alapvetően éppen azt különbözteti meg a rokonaitól, tehát például a csimpánztól, hogy még idősebb korukban is benne van ez az új, mindig a új dolgoknak a keresése. Idősebb korban is játszanak még azok az emberek is, akik nem, hogy mondja, értelmiségi szakmájuk van, kártyáznak, nyitatkoznak. Az állatoknál ez nem jellemző. Tehát az állatoknál a felnőtt kor egy dögunalom, a gyerekek játszanak, a felnőttek nem.